Nemrég ért véget a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése. Ez egy jó hosszú ülés volt, de ebben ezen az ülésen is a legfontosabb téma az az illegális bevándorlás, illetve a vele kapcsolatba hozható terrorizmus megfékezésével kapcsolatos napirend volt. Azt gondolom, hogy egyértelművé tették a szolgálatok és a határőrizeti szerveket felügyelő rendőrség is, hogy Magyarország Európában egyedülálló módon tudja megvédeni a schengeni határait és a saját határokat. Ez a tegnap életbe lépett jogi határzár megerősítésével arra a szintre jutott, hogy ma Magyarországra, illetve Magyarországon keresztül Európába egyetlen egy illegális bevándorló sem tud úgy belépni, hogy ne tudnánk azt, hogy miért jött, mit akar és milyen szándékai vannak. Szeretném önöknek elmondani, hogy a schengeni egyezmény ugye arról szól, hogy kizárólag a határátkelő helyen, kizárólag a határátkelő hely nyitvatartási idejében és megfelelő törvényes dokumentumokkal lehet bejönni Európába, és van egy együttműködési kötelezettsége annak, aki egyébként Európába érkezik. Fel kell tárnia, hogy miért jött. Ha menekült, akkor a menekültügyi eljárásban részt kell vennie. Magyarországon ez zárt pontokon zajlik, amelyek egyébként Szerbia felé természetesen, ha meggondolná magát valaki, és nem kíván ebben mégse részt venni, akkor ezek nyitottak. Tehát ezek a rendelkezések, még egyszer hangsúlyozom, a tegnap hatályba lépett és megerősített jogi határzár, a műszaki akadályok, tehát a kerítés megépítése, illetve annak az intelligenssé tétele továbbfejlesztése, és az élő erő a 3000-es határvadász állománynak a határa a rendelése biztosítják Magyarország és Európa biztonságát.